Manapság is ott van a rendőrség? Hó. Ugyanabban az épületben? Igen, 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 igen. Uh-huh. Ugyanabban az épületben. El is tudok oda vinni. El akarnál egyszer oda menni, és azokat a helyeket újra megnézni, illetve Moldovánnal személyesen találkozni, vagy inkább nem? Nagyon szeretném, te. Miért? Mert nagyon fájdalmas ez az élmény. Jaj, én tudod, azt szeretném, hogy Moldován nézzen a szemembe, és mondja azt, hogy ez nem volt igaz. Ezt akarnám látni. Ezt szeretném látni. Ha ez az utolsó dolog, amit látok is. Nézzen a szemembe, és tagadja ezt le. Hát sokat olvastam, hogy miket csinálsz, miket nem csinálsz. Hogy mondja, akkor pont most olvastam, voltak vagy 10, ugye feljelentették, és mind visszavonták a feljelentésüket, mert féltek, vagy valami ilyenek. Én nem félek tőle. Érted? Uh-huh. És ezért szeretnék. Ezért. Uh-huh. Én jártam előtte, nem... Na mondjuk erről nem akarok beszélni, hogy utána hol jártam, még de... Mi a kívánságod? Az a kívánságom, hogy ismerje be, hogy ezt elkövette. Hogy milyen, hogy mi tudott volna az oka lenni, hogy miért csinálta egy olyan emberrel, amelyik őszintén megmondom, hogy lehet még a nyakát is elvágták volna akkor Marosfőn. Érted? Mert még a Ceausescu időben is nem lehetett sokat, hogy mondjam el, nem csinálhattál olyant, hogy elmentél Marosfőre, és kezdted ott magad verni a mellét, hogy te román vagy, és te ezt csinálsz, vagy azt csinálsz, vagy nem nagyon lehetett. Úgyhogy megmentettem úgymondva a bőrit, lakadalmára elhívott, és mit csinált ilyen? Mi vette arra rá, hogy engemet meg akart ölni? Mert megmondom az őszintét, a verést el is felejtettem volna. Érted? A fizikai bántalom nem bánt annyira, mint hogy az, hogy kivittek az erdőbe. Nekem az fáj. Mert az akármilyen módon nézem, nem tudom, hogy mivel tudnám megmagyarázni azt, hogy kivittek az erdőbe, és kidobtak a hóba. Hát ugye azt rá tudja fogni, hogy rendőr úcs azóta mestersége, hogy vallomásokat, vagy embereket szereljen be a rendőrségnek, besugókot, vagy valami, de miért kellett az erdőbe kivigyenek? Tehát én már akkor izé voltam ilyen nulla.